Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit látsz a csészében? Ezt most megtekintjük, mert bepillantunk a kávés poharamba. Először elmondanám azt, hogy én mit látok benne, hogy ez mit jelent, hogy tudom én ezt elmagyarázni, de kíváncsi vagyok arra is, hogy mit látsz te ebben a kávés csészében, és hogy tudnád te ezt elmagyarázni, ezeket a szimbólumokat. Amit te látsz benne, azt megírhatod a kommentárba. Ezen a képen én egy gombát látok. Mit jelent a gomba? Természetesen a természetet vagy az erdőt, de jelenthet még valamit. Van olyan gomba, ami ehető, de van mérges gomba is, ahogy én gondolom, itt nem erről a növényről vagy élelmiszerről van szó, hanem a környezetünkről. Oda kellene figyelni, ki a rendes gomba és ki a mérges gomba. Azok, akik jó hatással vannak ránk és segítenek, és kik azok, akik mérgesek, mert rossz indulatúak. Amit ezen a képen még látok, az lehet egy esernyő is. És az esernyő véd bennünket az eső ellen. Tehát védeni kell magunkat. Én most megfordítom ezt a csészét, és akkor ez a kép másképp látható. Számomra ez a kép olyan, mint egy kacsa, amivel a gyerekek játszadozni szoktak a fürdőkádban, és ez utalhat gyermekekre, gyermekkori emlékekre, a tisztaságra, itt rendeződik valami. Ami még látható, hogy úgy körülöttünk minden olyan homályos, de a belső, ez a belső érték, ez tiszta, mint a gyermekeknél. Mit látsz te a csészében? Kérlek, írd meg a kommentárban. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!